következő előadás a program szerint a Jocsó Tamásnak a Abed Ánykáról szóló előadása. Köszöntök mindenki! Volt szerencsém elég sokat részt venni itt az elektronikus bevallási rendszer kidolgozásában, és hálás vagyok egyébként, hogy ennek részese lettem, mert azt gondolom, hogy egy érdekes dolog volt, egy teljesen... Láttam, még az igazgatóságon dolgoztam, itt 92-ben kezdtem az APEC-os korszakot, és az a gépíróknak az a tempója, hogy így az ember nem tudott olyan gyorsan lapozni, mint ahogy ők gépeltek, tehát ilyen döbbenetes volt, és így megélni azt, hogy hogyan alakultunk át abba az irányba, hogy itt gyakorlatilag a nyomtatvány, papíros nyomtatvány kitöltésből írottunk egy elektronikus ágba, és minden, ami ebből adódott, tehát egy gyorsabb feldolgozások, hamarabb kerültük folyószámra az adatok, tehát egy csomó olyan tényező, ami megváltoztatta utána a szervezet működését. Ugye 2002-től volt szerencsém dolgozni ebbe a rendszerbe, akkor volt egy ilyen OBEV nyomtatvány kitöltő program, sikeresen éltük meg, hogy már egyre többen elkezdték ezt használni, kinyomtották a bevallást, azt postán feladták, és akkor legalább nem a macskakaparást kellett a rögzítőknek kitalálni, hanem a gépelt dokumentumból dolgoztuk fel az adatokat. Akkor még a nyomtatvány voltak is elég jól mentek, mert nagyon sokan, sok nyomtatvány nem volt meg az OBEV-be, és ilyen nyomtatvány voltak, általában az apaigazgatóságok aljába árulták ezeket viszonylag horror árakon, azokat a kézzel kitölthető űrlapokat egyesek megpróbálták még belenyomtatni a mezőkbe, hogy ne kézzel kell írni, de alapvetően ez az időszak volt, minden papírra jött be. Mint hogy mondtam, hogy a rögzítők azok elég komoly tempóban tudtak rögzíteni, nagyon jól választottak párt egymásnak, mert hogyha a másodrögzítő csak olyan a szeretett, aki nem sokat hibázott, hogy gyorsabban tudjon, tehát ez egy elég komoly minden igazgatóságban, ez egy nagyon nagy volumenben ment, mérhetetlen kamionnyi papírhegyek, tehát ilyen ma már elképzelhetetlen, de lényegében az APEC az egyik ilyen legnagyobb dokumentumfeldolgozó szervezet volt szerintem Magyarországon. És azért szerencsére, hogy a vezetőkben mind informatika, mind adóügyi jogi területen azért volt egy szándék, hogy innen elmozduljunk, tehát azt gondolom, hogy megvolt az akarat, és ott ezen után kezdtünk el keresgetni, hogyan tudjunk eljutni a megfelelő útra. Volt egy ilyen viszonylag egy kezdeti, ilyen Edi Portos, nem tudom, valaki ismeri, egy ilyen viszonylag egy költséges kommunikációs technika, amivel lehet hitelesíteni. Itt van még a kolléganő, aki ezt még annól elkezdte csinálni, azt hiszem 90-ben. Tehát az egyik, hogy volt egy ilyen Edi Portos megoldás, ami látszott, hogy költséges, nem nagyon lehet vele tömeges sikert kell elérni, és ezzel nem nagyon fogunk tudni előre haladni. Utána volt egy ilyen köztes megoldás, ami se nem papíros volt, se nem elektronikus. Itt sok kolléga van a helyszínen, talán emlékeznek rá. Egy ilyen hibrid rendszer volt, tehát Ánykába kitöltötte valaki az űrlapot, be tudta elektronikusan küldeni, de azért még alá kellett írni valami checksumot, ilyen hashcode-szerű tartalmazó dokumentumot, amivel a hitelességét megadta annak az elektronikusan beküldött dokumentumok. Ez gyakorlatilag az elektronikus aláírás előtt az ELAB rendszernek ez volt a része, hogy ez a kvázi fél elektronikus megoldás. Igazán, ami szerintem korszakalkotó, és így visszanézve, hogy 2002-ben már az APEC egy gyakorlatilag egy tanúsítványkiadás csipkártyán végzett, tehát ugye az volt az elképzelés, hogy a bizalmi szolgáltatók a piacon voltak, azt hiszem három nagyjából azok, akik most, hogy majd a nagy cégek vesznek onnan a tanúsítványt, csak minősített tanúsítvány volt a jogszabályban, aminek akkor még nem volt meg a minősítési rendje. Tehát lényegében nem volt Magyarországon egy bizalmi szolgáltató se abban a helyzetben, hogy ilyet tudjon kiadni, ezért mi csináltunk, elkezdtünk mi tanúsítványokat kiadni, mert megvettük hozzá a informatikát, googlistunk sokat mindenféle oldalakon, hogy melyik Windows, azt mondjuk Windows 95, meg kinek hogy fut, meg aztán a különböző cégeknek más-más Windows-ot, belefutnunk ebbe, hogy azt hiszem talán valami, nem is akarok cégnevget, van náluk ilyen speciális Windows-ot, és benne nem voltak azok az eljárások, amik nekünk kellettek a programhoz, tehát ilyen nagyon sajátos útkeresés volt. Hát még első csipkár, nem nagyon látszik, az első csipkár egy alkoholos filccel, ott látszik, hogy elkezdtük a kaiingon nyomtatni csipeket, néha a APEC logóba így belelógott a chip meg. Tehát voltak ilyen kezdeti kísérletek, de aztán a kiemelt adóanyag igazgatóságán egész profi szinten kártyaolvasóval elkezdték ezeket kinyomtatni, és ott az ő ügyfélkörükbe ezeket odaadni. Később utána a nyomdai technológiával már nagyobb tömeget tudtunk csinálni, de az első lépések azok ilyenek voltak. És ugye lényegében már 2002-ben
kiadtunk 1000 kártyát, és nagyon örültünk, hogy már 5980 darab bevallás elektronikus úton érkezett be, úgyhogy és lényegében itt nem is csak a hitelesítés volt a chipkártya, hanem magát az elektronikus kommunikáció, az SSL kapcsolatot is a chip alakította ki, tehát be se tudtak lépni ebbe a vonalba, tehát egy egész védett titkosított csatornán keresztül jöttek be a hiteles dokumentumok, és azt 2002-ben írtunk. Hozzáteszem, elektronikus aláírásokat Covid előtt még nagyon sok helyen visszautasították, tehát gyakorlatilag itt a Covid-es időszak fordította meg, tehát 2002-höz képest azért nézzük azt a 10x évet, és igazán ezt hozta meg az elektronikus aláírások elterjedését szélesebb körbe, hogy ez a világjárvány rá kényszerítette mondjuk a piaci szereplőket, hogy személyes jelenlét nélkül is tudjanak ügyet intézni. Utána hát ezen, akkor nem örültünk annyira, ez mai napig is, hogy mondjam, vannak bennem jó érzések meg elnézések, tehát lényegében az egész elektronikus aláírásra alapozott rendszert beszántottuk, és átadtuk az ügyfeleket a ügyfélkapunak, akik helyette jelszóval beléptetett felhasználókat hoztak létre. Azt gondolom, hogy egyrészt sajnáltam, mert egy olyan technológiát égettünk be, ami azt gondolom, hogy egy pár évre így kiesett a közigazgatásból. Másrészt meg valószínűleg nem tudtuk volna ezt a dinamikát elérni, hogyha mindenkinek chipkártya kellett volna. Tehát valószínűleg most akkor lehet, hogy nem Kaignál járnak, hanem lenne még nem tudom 300 000 adózó. Tehát az, hogy megteremtődjön, hogy az ilyen széles körbe el tudjon terjedni, most van ez sajnos ez a technológia oltárán ezt az áldozatot meg kellett hozni, hogy technológia egy alacsonyabb szintre kellett visszamennünk ahhoz képest, amit 2002-ben kialakítottunk. A nyomtatványkitöltő és tárgya ugye az előadásnak, valamennyi részben említettem már ezt a hálapos verziót, ott ilyen újítások jöttek be az egyik kollégának, sajnos most nem tudom a nevét, valaki tudja, akkor szívesen kell. Grodval Gyula, hogyha majd egyszer megnézze a videót. Egyik kollégánk mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha erre a nyomtatványkitöltőre tennénk rá egy ilyen, hát most ilyen kétdimenziós pontkód vonalkódnak hívtuk, lényegében most már ez elég elterjedt, lényegében akkor ne a rögzítők azok ne a bevallást tartalmazó rögzítsék, hanem csipogtassák be ezeket a kódokat. Ugye eleinte még az úgy csinál, óvatosabban kezdtük, tehát így akkor volt egy lapon egy pár kód, meg azért valakinek be is rögzítette biztosan, hogy biztos, hát ha valami nem stimmelt, aztán szép lassan a nyomtatványkitöltő eljutott odáig, hogy lényegében ott csak becsippantották az ügyintézők a kódot, és akkor mondjam, még ha papírosan is jött be, de a feldolgozási ideje az lényegesen elrövidült, meg ugye a hibás rögzítésekbe adódó problémák is megszűntek. Közben ugye voltak ilyen meccseink Linux szövetség és társaival, hogy az ABF az egy ilyen Delphi kódban íródó Windows-on futó program volt, és nagyon sokan ezt nehezményezték, hogy nem platformfüggetlen, és akkor ugye meghoztuk azt a döntést, hogy Java alapú kódra átírtuk. Ennek azon kívül, hogy platformfüggetlen, hát volt egy nagy előnye, hogy ugye ha még a Windows-os verziónál, vagy Delphi alapú kódnál külön lefejlesztette egy csapat a nyomtatvány, meg vagy másik csapat a szerver oldalt, az Oracle-be ezeket az ellenőrző eljárásokat, és valahogy az a kettő nem egyformán működött, tehát azt mondtuk ott, amikor kitöltötték, hogy ez szuper ez a bevallás jöhet, ott meg azt mondtuk, hogy nem jó, mert ez a két összeg, ez nem az, mert egy kerekítés nem úgy jött ki, ugye ennek a Jávás átállásnak az volt az előnye, hogy natív módon ugye az a kód futott a nyomtatványkitöltőben, mint a feldolgozó rendszerben, tehát lényegében nem tudott ilyen hiba előfordulni, másrészt kevesebb erőforrás kellett a fejlesztésére. Társadalmi fogadtatás. Ugye ez megint egy érdekes, azóta így, amióta nem dolgok a közigazgatásnak, látom annak az előnyét, hogy mennyivel egyszerűbb, amikor kötelező elektronikusan használni, és nem meg kell győzni az ügyfeleket. És ráadásul ugye a APEC-nek az ügyfélvesztés, mint lehetőség sem annyira merült fel. Tehát lényegében azért lássuk be, hogy azért az, hogy ez kötelező volt, ez azért megnyomta az indulást. Nem mondom, hogy mindig jó volt ilyen, elég sok képzést tartottunk azért itt azért nagyon sokan nekünk estek, hogy nincs is számítógépek, kockás fizettel csináltam, most akkor jött a miért kell neki Windows venni, mert Linuxon, tehát kaptunk elég sok hideget, meleget. Igaz, az első pozitív az volt, amikor egy évről évre növekedett a kötelezeti szám, és valahogy úgy módosult a jogszabály, hogy pár adózó kiesett 20, bejött még 20 000, és az a 20 az nagyobb határiát csapott, akinek vissza kellett volna térni papíros
ágra, és úgy éreztük, hogy csak szeretik ezt a rendszert, mert nem nagyon szeretnének innen eltávolodni, és úgy látszott, hogy azért megkedvelték, és rájöttek, hogy ezzel mennyi előny jár. Én már azt szerettem, mikor itt elindult az a rész, hogy ezt magánszemélyek is választották, tehát lényegében látszott, hogy olyannak, akinek semmilyen kötelezettsége nincs ezzel kapcsolatban, csak azért, hogy ezt az elektronikus utat tudja választani, azt döntött el, hogy elektronikus bevallásokat fogadni a papíros bevallás helyett. Azt gondolom, itt viszonylag azért van még egy statisztika a végén, tehát viszonylag már 2009-ben elértünk egy nagyon magas arányszámot az elektronikus bevallásokban. Azért lássuk be, a bevallások nagy részét a gazdasági szereplők töltik, nem a magánszemélyek. És ugye az ő kötelezettségük már elég hamar beáll, tehát lényegében a lakosságnak az elektronikus ügyintézésért ugye ez a bevallás ajánlat vagy bevallás javaslat, ami most már bevallásra is válik, az váltotta ki. Tehát lényegében mondjuk az, hogy mindenki elektronikus adózó tud lenni. Be kell valljam, én azért úgy kicsit szerettem, amikor az önadózó jelleg még megvolt ebbe a történetbe, tehát lényegében most bárki úgy vall be elektronikus, hogy nem is tudja, hogy mit vallott be, tehát azt gondolom, ez megint egy olyan, hogy valamit áldozunk fel a minek az oltárán, tehát azt gondolom, ezzel így el tudtuk érni a közel teljes körülséget az elektronikus ügyintézőbe, viszont ennek ugye ez zár, hogy ez, amikor még annó kitaláltuk, hogy miért jó ez, hogy a magánszemélyeknek megcsin a bevallásot, volt egy olyan nem titkolt célunk, hogy visszaadjuk azokat az információkat, hogy az ő kifizetői miket vallottak be róla. Tehát, hogy lássa azokat az adatokat, hogy itt ennél a munkája, ezt vallotta be róla. Ezeket ugye megnézték, mert nekik kellett a végén bevallást csinálni. Most ugye sok esetben már egy bevallás úgy válik aktívvá, meg a folyószámlája úgy kerül fel, hogy sokan szerintem nem nézik ezt meg. De értem a cél, ami az volt a cél lényegében, ugye, hogy ennek a teljes körülsége az menjen, és az végül is sokat vitt előre. Én azt gondolom, hogy itt az APEC tényleg többen elmondták, mert nem akarom itt magunkat figyelni. Tehát az, hogy itt az elektronikus ügyintézés Magyarország endul, az APEC-nak nagyon nagy szerepe volt, és valamilyen szinten adott egy mintát arra, hogy hogyan kell elektronikusan ügyintézni, és azt gondolom, azóta nyilván már sok egyéb ügytípussal, meg sok más folyamattal ez már meg van támogatva. Ugye most a digitális állampolgárság, ami talán megint egy kicsit ezt erősíti, de azt gondolom, hogy én nagyon örülök meg mindenkinek. Ivánnal beszélgetni, mondjak a neveket, nem mertem belefogni, mert annyi emberrel együtt dolgoztam, így most szétnézek a teremben, szerintem minimum fele. Tehát úgy nem kezdeném a felsorolni, akkor máshol se beszéltem, és akkor prezentáció nem lett, még van egy percem, de még kevés lenne. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép időszak volt, és ez jó volt ezt megélni, és azt gondolom, hogy lassan utolér minket az ország másik része, de szerintem még nagyon sok tekintetben ez. Például az elektronikus aláírás még most van egy olyan szakaszban, ami talán most fog kicsit jobban felfejlődni. És azt hiszem, hogy tartottam az időt. Köszönöm a figyelmet! Azért egy-két kommentet, hogy engedjek meg a előadáshoz. Az egyik az, hogy elterjedt a közigazgatásban az ANK. Hát azért terjedtem, mert a pénzügyminisztérium szokásához híven akadályozta az APEC munkáját. Ez egyébként mindig így volt, és majd tovább is így lesz, majd egy párszor fel fogom elhívni a figyelmet. Például bejelentette az elnök, hogy megszüntetik a Piller Kft-t. Erre viszont azt gondoltuk, hogy az nem a legjobb dolog, hogy hirtelen a elektronikus bevallás tervezés közepén megszűnik a Piller Kft, amelyik ezzel a témával foglalkozott. És azt gondoltuk, hogy a legegyszerűbb az, hogyha felajánljuk az IHM-nek, hogy ingyen odaadjuk a közigazgatás szervezeteinek ezt a lehetőséget, éljenek vele, és akkor mindenkinél lehet különböző bevallásokat vagy a dokumentumokat beadni. És az első, aki ezzel a lehetőséggel, az a pénzügyi, a vámőrség volt, tehát a VP. Ők voltak azok, akik először éltek ezzel. A másik, hogy a kétdimenziós pontkód. Gottwald Gyula megjelent a titkárságon, és az ír a
nyomtatón meg elkezdték ott ketten magyarázni, hogy mi a kétdimenziós pontkód. Nagyjából megértettem, és vettünk rögtön 100 darab ilyen olvasót, és azokat szétosztottuk az igazgatóságokon. És azt gondolom, hogy ez nagyon nagy előrelépést jelentett, mert a kézi rögzítéshez képest ez nagyon sokat jelentett. Utána már vettünk még többet, nem csak 100-at.